Konyi Károly, két nő és valaki. Történik napjainkban egy budai lakásban. Első jelenet. Nappali. Innen nyílik a többi helység. Berendezése szokványos, kanapé, dohányzó asztal, fotelok, a falnál üvegezett szekrény italoknak, poharoknak, kávéskészletnek. Esős őszi délután. Két nő érkezik zajosan, ázott a levesőtől. Csinos hölgyek, divatos balonban a vörös, elegáns kabátban a barna. Különös bejövetel, a barna szüntelen beszél a mobilján, egyik kezében tömött cekker, aminek egyik szeme belegabajodott a vörös hajú kabát gombjába, ezért ő szinte maga után húzza a szobába. Nem, arról szó sem lehet. Maga ezt megígérte, hát tessék, akkor jöjjön és csinálja meg. Napok óta hiteget. Hiteget! Hogy jön és megcsinálja, maga érti ezt? Miért nem ül le? Ja, persze, bocs, csak egy pillanat. De micsoda mesterember maga? Hogy akar így hitelt szerezni magának? Tudja, milyenek voltak régen az iparosok? Adtak magukra, ha megígértek valamit, napok óta csöpög. És nem képes. Keresek mást, azt mondja? Na hát ez azért. Jó, akkor most már legyen szíves, szabadítson ki. De teljesen felesleges volt, hogy felciteljen, igen. Jaj, de ugye aranyom, én vagyok a hibás, de az a tömeg a buszon, nem is tudom, hogy volt képes így összegabajodni. Mutassa csak. Ajajajajaj. Lehet, hogy le kell vágni a gombot. Ez az egyetlen jó őszi kabát. Hozok egy ollót. Jaj, de miért kellett idáig jönnöm? Az utcán is kibogozhattak volna. Hát amikor leszálltunk a buszról, akkor már esett, így is eléggé megáztunk. Félek, hogy valami zsíros, olajos vagy véres. Véres. Véres hús van a szatyrában. Hogy lehet ilyen régi cekkerrel bevásárolni? Nem is értem, manapság. Az öreg anyám járt ilyennel a piacra. Semmi véres és semmi zsíros. Narancs meg liszt meg cukor. Ja, Istenem, hogy tudott így összegabajodni? Ne haragudjon! Csinálja macskával! Ilyen ostobaság! Miért kellett idejönni? Mondom, hogy az eső, mindjárt még jobban rázenni. Teljesen eláztunk volna. Nem mondhatom, hogy az én hibám volna. Most miért? Annyira siet. Hát, éppensége. Anna az asztalon lévő dobozér benne, de össze vannak kötődve, magán aránya csak kattint. Holót vesz ki egy dobozba. Mindjárt elintézzük. És mindjárt fel is van. Ja, vigyázzon, belevágja! Anna ügyeskedik, levágja a gombot. Hogy maga milyen türelmes. Jó természete van. Én már toporzékolni. Türelmes. Ha az ember átmegy néhány dolgon az életben, rájön, hogy nem érdemes toporzékolni, ahogy maga mondja. Jól magához fogozott. Leülhetek? Már a buszon, ahogy ácsorogni kellett, a lábam beledagadt. Persze. Kiviszem a szatyrot, és már is felvarrom. Ha attűd meg célnát, megcsinálod magam. Nem. Majd én követtem el a figyelmetlenséget. Micsoda zsúfoltság azon a buszon. Egészen összeprésett minket a tömeg. Nem csoda, hogy a gombomba akadt a cekkerre. Vegye le nyugodtan a cipőjét. Szép kis lakás. Család? Egyedül lakom. Maga is? Kávét, teát? Vegye le a kabátját is, hadd száradjon meg. Inkább sietni. Gondoltam, már így összejöttünk, összegubancolódtunk. Fújjuk ki magunkat egy kicsit, szóval. Kávét, teát? Jó, kávé. Felteszem, aztán jövök. Kimegy, Kati feláll, körülnéz. Egyébként itt lakom a közelben. Érdekes, hogy még sosem futottunk össze. Én sem emlékszem, hogy láttam volna. Nekem csak kis lakásom van. Nem ilyen szép. Hány szoba? Kettő és fél, meg a nappali. Az enyém csak másfél, de csak ketten voltunk. Anna, bejön a kávéval. Nesz kávé. Én is azt hiszem. Ketten voltak? Hát igen, a férjem. Csak nem. Nem. Nem halt meg, csak eltűnt. Eltűnt? Hogy eltűnt? A háborúban szoktak eltűnni. Hát mondhatnám, hogy elváltunk, de nem. A mai napig sem. Eltűnt. Kerestek? Mármint a rendőrséggel kerestek? De vagy bejelentettem, de csak azért, hogy nehogy azt higgyék, hogy megöltek. Jézus! Nyomba veszett! Ez érdekes. Ez az eltűnés. Hát, ami azt illeti,
még ma se vagyok túl rajta. Azt hiszem, ilyesmi soha nem is lehetne túl lenni, ekkora csalódásom. Meg a hiúság. Hiúság? Hát a nő hiúságát milyen sérti, ha csak úgy ott hagyják. És maga? Maguk? A maga férjével mi lett? Bocsássa meg. Kati. Anna vagyok. És a hatóságok csak úgy belenyugodtak? Ahogy mit csináltak? Hát ez csak úgy belenyugodtak. Eltűnik egy ember és csak úgy belenyugszanak? Hát a hatóságoknak azt mondom, hogy külföldön vállal a munkát. Ma már ijedő az ilyesmény, vagy nem? Nem néznek utána, hogy ki hol van. Szabadon lehet járni, kelni, akár a világ végére is. Nem úgy, mint az előtt. Hazudtam. Mit tettem? Nevettessem ki magam. De nem érdekelte őket. Aztán lehet, hogy egy másik nővel él. Egy másik nővel? Volt valakie. Talán azzal lépett le. De azt csak tudnám. Én? A nagy naív? Hosszú évek óta barátnője volt. Barátnője? Szerelme, szeretője? És én még csak nem is sejtettem. Jaj, még most is majdnem fölmegy a vérnyomásom, ha eszembe jut. De minek is emlegetni? Gondolom, hogy egy olyan belevaló kis csaj csábította el. Ezek a mai tinik képesek kikezdeni idős férfiakkal, azok meg azt hiszik, hogy a két szép szemükért szerettek beléjük. Semmit sem tudok. Ne is kérdezz, semmit! Jaj, persze, bocsánat, ne tépjük fel a sebeket. Sebeket? Talán a maga férje? Nem, de hogy? Az én férjem meghalt. Ó, bocsánat. Ó, már túl vagyok rajta. De a férje, valamit csak mondott, hogy hova megy. Becsomagolt a bőrönbe és homlokon csókolt. Homlokon? Homlokon. Már régóta csak homlok. Néha-néha arcon, csak így ide, csak futó érintés. Homlokon csókolt, és többé nem lát? Ahogy mondja. És hogyan derült ki, hogy szeretője van? Már ne haragudjon, hogy kérdezem, de ha csak úgy elment. Megmondta. Megmondta? A szemembe vágta. Mert nagyon összekaptunk. Nem érdekes, mint a szokásos veszekedés volt. Elege van, azt mondta, békességet akar, és van, ahol ezt meg is kapja. Így? Így! Mire én szeretném azt látni, hogy hol kapsz te békességet a szekán természeteddel. Mire ő? Annál, aki jobban megbecsül, mint te. Mármint, hogy én. Mármint, hogy van, aki nálam jobban megbecsül. És mikor történt ez? Már 7 éve. Ó, azt hittem mostanában, hogy ennyire a szívére veszi. Hiányzik, 2 éve hiányzik, 7 keserves éve. De azt mondta, hogy veszekedtek, hogy szekánt volt. Miért? Hát milyen legyen egy házasság? Hát az igaz. Bár az én uram szelíd természetű volt, nagyon is szelíd. Szelíd és hűséges. Szóval nem is ismerte? Kicsoda? Hát, ja, a nő? Nem. Teljesen gyanútlan voltam. Mert úgy tudott viselkedni, mint hogyha nem lenne senki. Olyan bűbályos volt? Na, azért nem mondhatnám. Normálisan viselkedett. Az milyen? Hát az olyan normális. Ez mi a normális? Ment a munkába, jött a munkával, ettünk, aludtunk. Ja, mi is így, mi is ilyen normálisan viselkedett. Hát mindig fáradt volt a nehéz munkája miatt, hogy a felelősség. Én meg bevettem. Aha. Nézel, dolgozott, panaszkodott, hogy fél lábbal mindig a börtönben van. Istenem, hogy aggódtam érte. Aztán kiderült, hogy másnál hagyta az elejét. Azt mondta, fél lábbal a börtönben? És ha mindkét lábbal? Hogy lecsukták volna? Ha? Nem lehetetlen? Ahogy mindenki tudna, írta volna az újság, hogy mit tudom én, a bulvárlapok, azok rögtön rácsapnak az ilyesmire. Szép ember volt. Hát. Nekem tetszett. De szép volt. Csínos, Náta, ha két úgy bolondulnak a nők. Néha nagyon lesrapált tudott lenni. Máskor meg villogott. Persze nő társaságban, nem otthon. Ismertem ilyen. Talán a férje is? Nem, a férjem nem. Nem, még nő társaságban sem. Nagyon komoly ember volt. Tudós ember, de... Volt valaki, aki olyan volt, mint a magáé. A férjem csak a könyveinek él. Régen elvitt?
10 éve, tragikus szerencsétlenség, egy kutató útján mindig utazott. Megjött, feldolgozta az anyagot. Anyagot? Amit gyűjtött, köveket, földet. Földet, köveket, ilyesmit hozott haza? De furcsa. Nem haza, az intézetbe. Addig sem volt itthon. Aztán újabb expedíció. Soha nem vitte magába? Hová? Az expedíciókra, Afrikába, vagy hogy nem oda jár? Nem. Csak a csekkő barlangokba. Ide fel a felvidékre. Ott kereste az időt. Mi? Hát, hogy hány ezer meg millió év telt el. Mi jó szóval? Hát, hogy a Föld. Hogy a Földnek azt mutatta, amúgytat. Néha azt hittem, hogy az őskorból érkezett haza. Imádta a barlangokat. Én frázban voltam tőlük, de fiatalon olyan helyes kis tudóska volt. Beleszerettem, aztán szemüveges lett, meg szakállas, meg minden. Egy barlangakóval éltem együtt. Vagyis a barlangban érte, egyedül ereszkedett a legmélyebb nyílásban, ott rekedt, kihűlt. Na nem kellett hozzá sok, soha nem volt igazán a vére. Aha. Sokat volt egyedül? Nem, egy kis kutatócsoport. De maga? Ja. Ja, én. Hát tudja, hogy van ez. Eleinte húslakodik az ember, aztán feltalálja magát. Ja, ebben a korban. De amikor még fiatalok vagyunk. Ugye ti a szex meg minden? Úgy is, igen. Hát előbb-utóbb megoldódik. Barát. Barát. Váratlan találkozás, egy kis közeledés, egy kis bizsergés. Aztán benobban. Na hát, hogyha nyitott az ember. Szerele? Mint a világcsapás. És a férje, hogy reagál csak? Nem képzel, hogy megtudta. Rájött. Gyanútlan volt, mint minden bogaras alatt. Tudja, mit mondok? Attól fogva jobban szerettem. A férje? Igen, mert kiegyensúlyozottabb lettem. Gyöngéd lettem hozzá, olyan anyás. De azt se vette észre. Amikor meghalt, amikor a férje meghalt, összeházasodtak a szerelmével? Há? Pedig úgy kellett volna. Nős volt. Akkor magának se jött össze igazán. Hát nem.